A Hitélet mai görögkatolikus műsorában elsőként részt veszünk a hitoktatók és óvodai nevelők szakmai napján, amely nagy fejlődési lehetőséget nyújt az egyházban működő óvoda program számára. Majd egy rövid beszámolót hallhatnak a Mária Pócsi Szűz Mária kegykép másolatának Kárpátaljára érkezéséről. Műsorunk befejező részében pedig Salánkra látogatunk, ahol különleges tanfolyamot szervezett a görögkatolikus egyházközség. Szellemünkbe, a testünkbe és a lelkünkbe olyan értékeket csöpögtetni, ami által úgy helyt tudunk állni. Érdekes előadással és csoportos foglalkozással várták a kárpátaljai görögkatolikus óvodai hitoktatókat és nevelőket az óvodai szakmai napon Karácsfalván. A görögkatolikus egyház megyeszerte jelenleg 4 óvodát működtet, amelyeknek szakmai vezetője nemrégiben fordította le az ukrán oktatási nevelési tervet, és egészítette ki a vallási témákkal. A rendezvényen ezeket a tanterveket is átvehették az intézmények vezetői. Egy görögkatolikus óvoda abban különbözik egy állami óvodától, hogy itt mindennapi tevékenységünk az imádság, a foglalkozások is eszerint zajlanak, van hitoktatás, az óvónők minden nap vezetnek lelki perceket, görögkatolikus köszönést alkalmazunk a gyerekekkel reggel, ahogy érkeznek, illetve mikor délután hazamennek. Imádkozunk reggeli előtt, reggeli után, illetve lefekvés előtt is állandó, hogy a gyerekek imádsággal térnek aludni. A dokumentumok, amiket kiosztottam, ezek a programok voltak, amit lefordítottam ukrán nyelvről. Ez az óvoda mindennapos életének a programja, oktató-nevelői tantervnek is nevezném. Nagyon jó dolog, hogy most már magyar nyelven is elérhető az óvónők számára ez a program, mert sokaknak nehézségei voltak a nyelvvel, de most, hogy magyar nyelven el van készítve, most már sokkal bátrabban tudnak a gyerekekkel foglalkozni, tudják, hogy milyen egy nap felépítése, mik a foglalkozások témái, céljai. A kibővített rész az, hogy beépítettem ugye ezeket a mindennapos lelkiperceket, illetve a hitoktatás, minden héten van egy alkalommal hitoktatás a görögkatolikus óvodában, ezzel is ki van bővítve, illetve bevontuk a görögkatolikus ünnepeket is. Lelki perceket ezt reggeli után szokták az óvónők vezetni a gyerekekkel. Ez gyertyagyújtással, énekléssel kezdődik, és mindenféle témáról beszélgetnek a gyerekeknek, hogyha valamilyen ünnep közeledik, akkor azzal kapcsolatban mindennapi erkölcsi dolgokat mondanak el a gyerekeknek, családról, barátokról, szeretetről beszélnek. A Makkos Jánosi Oltalom óvoda 2016 óta neveli görögkatolikus szellemben a gyermekeket. A kicsik az itt bevezetett lelkipercek során többek között a hálaadást is megtanulják. 2016-ban csatlakoztunk ehhez az egyházi programhoz. Jelenleg 5 csoportunk van. A Jánosi óvodában 3 csoport van, és ahol 67 gyerek van, és Balazséron pedig 2 csoportunk van, ott pedig 45 gyereknek biztosít otthon minden nap. Bevezettük ugye a lelki perceket, bevezettük a templommal kapcsolatos dolgokat, a hitéletet egy kicsit bővítettük. Egy Isten van, és próbálunk abban az irányban a gyerekek életét terelni, hogy igenis bízzanak az Istenben, adjunk hálát, a lelki percekben kisütött a nap, adjunk hálát az Istennek. Mivel a görögkatolikus egyház óvoda programja Kárpátalján kezdeti fázisban van, így fontosnak látták az óvónők és hitoktatók megfelelő szakmai képzését, mondta Levcsenko Eleonóra, a program koordinátora. Fontosnak azért tartjuk ezeket a szakmai napokat, mert úgy gondolom, hogy senki sem nyugodhat meg abban, hogy befejeztem egy főiskolát, és innen kezdve én mindent tudok. Tehát változik a világ, új programok, új ötletek, új felállás, illetve elég annyi, hogy 2 óvoda nem fogja egyformán csinálni a dolgait, és úgy gondoltuk, hogy ezt úgy ki kell nyitnunk a látókörét az óvónőinknek, hogy lehet másképp, lehet más irányból, másképp megközelíteni a dolgokat, illetve mivel ugye ez tavaly szeptembertől
kaptunk több óvodát, ugye a Batári volt, mondom, ami egyébként egyháziként indult. Tehát nagyon, nagyon gyerekcipőben járnak az óvónőink az egyházi óvodát tekintve, és úgy gondoljuk, hogy támaszt kell nekik nyújtsunk. Tehát nem dobhatjuk őket úgy a mély vízbe, hogy közben nem adunk lehetőséget arra, hogy képezzék magukat, és lássák, hogy mitől lesz egyházi egyházi óvoda. Hosszú távon egyelőre ezt próbáljuk összehozni, mert az igazság, hogy nincsenek hozzászokva az állami óvodákba ahhoz, hogy egy továbbképzésre érdemes elmenni, mert sajnos azt tapasztaljuk, én tanítónőként is, hogy 5 évente ugye elküldik az ember továbbképzésre, és 5 évente ugyanazt hallgatja végig. Tehát, hogy igazából bele szeretnénk őket abba szoktatni, hogy nem ugyanazt fogom végighallgatni, mit tudom én, 3 havonta, ha 4 alkalmunk van egy éven, hanem újat is fogok hallani, és jó nekem is táplálkozni a más tapasztalatából. Miben különbözik egy görögkatolikus hitben nevelő óvoda egy állami óvodától? Hát a program az természetesen ugyanaz, mint az ukrán állam által kiadott óvodai program. Ezt fordította le most a szakmai vezetőnk, és bővítette ki az egyház által kért dolgokkal. Hát annyiban más, hogy próbálunk az egyetemes keresztényi értékekre hangsúlyt fektetni, és ezt úgy hát megtanítani, szerintem példát adni a viselkedésünkkel, a mindennapjainkkal a gyerekeknek, hogy hogyan lehet ezt ebben a egyre inkább istentelenedő világban mégis ezeket az értékeket fontosnak tartva megélni. És nyitni akarnánk a szülők felé is, mert ezt vesszük észre, hogy egyre inkább a jó Istent helyezzük egészen háttérbe, és talán így a gyerekeik által megszólítva elérjük a szülőket is, meg az idősebb generációt is. A kisvárdai Angyalkert görögkatolikus óvoda vezetői már ezt is beépítették programjukba. A szakmai napon a szülőkkel való kapcsolattartásról adták át tapasztalataikat a hallgatóságnak. Először is azzal kezdeném, hogy tényleg oda kell figyelni a szülőkre. Tehát mi nem csak azért vagyunk, hogy a gyerekekkel foglalkozunk és a gyerekeket fejlesztünk. Természetesen ez az elsődleges feladatunk, de a gyerekeken keresztül a szülőket is meg kell, hogy fogjuk. Mert hogyha a szülőkre odafigyelünk és megpróbálunk segíteni rajtuk, vagy csak egy jó ötletet adni nekik, vagy egyszerűen nyomon követni, figyelemmel kísérni az életük folyását, hogy például a kistestvér születik a családba, vagy bármilyen családi esemény történik, mi arról is tudunk, és akkor abba is be tudunk kapcsolódni, érdeklődni tudunk iránta. Szó szerint figyelemmel kísérjük a családoknak az életét, és ezáltal igazából a részeseivé is válunk a gyerekek és a szülők mindennapjainak. És ez a nem is a mindennapjainknak az egyik fontos feladata, hanem a jövőre nézve egy nagyon fontos dolog, mert hogyha azt szeretnénk, hogy a szülők egy jó érzéssel távozzanak el tőlünk, és átadják a hírünket más szülőknek is, akkor ezzel biztosítani tudjuk, hogy a gyerekek mindig hozzánk fognak érni. Tehát a leendő szülők, a leendő kisgyerekek is a mi óvodánkat fogják esetleg választani. Tehát igazából az óvodánk jövője szempontjából ez egy nagyon fontos dolog, hogy a szülőket is megtaláljuk a hozzájuk vezető utat, és ezáltal egy kicsit úgy magunkhoz kössük tulajdonképpen őket, és megmutassuk nekik, hogy igenis fontosak ők is a mi számunkra, és az óvodánk gyerekeink számára is. Mindig olyan jó atyáink is voltak, hogy ők is olyan közvetlen barátságos emberek voltak, tehát tényleg el tudtak a szülők között vegyülni, meg lehetett őket szólítani, lehetett velük beszélgetni. Olyan volt, mint egy másik ember tényleg, mintha most így mi itt beszélgetünk, velük is ugyanúgy lehetett a szülőknek is beszélgetni, kérdezhettek tőlük, kérhettek tőlük bármit, és tényleg a mindennapjaink részeseivé váltak. Tehát bejárnak az óvodába, a gyerekek ismerik őket. Az még nagyon fontos, hogy ne féljenek, mert ugye az a gyerek, aki mondjuk nem jár a szülővel rendszeresen templomba, van olyan gyerekünk is, hogy például első alkalom, akkor sírva fakadt, amikor meglátta az atyákat, mikor bejöttek az óvodába, mert félt a gyerektől, ugye fekete ruhába bejött, és akkor nem tudta hova tenni, hogy ki is az a bácsi, meg miért jött ide. És fontos, hogy a gyerekek is érzékeljék, hogy jó, hát nem idegen, hanem igaz, hogy nem óvónéni, de a papbácsi mindig ott van köztünk és velünk az óvodába. Isten alkotta az oroszlánokat, a medvét és a kengurut. Isten alkotta a tevéket is, a tehenet, a ti
Minden, amit alkotott, jó. Minden, amit alkotott, jó. Minden, amit alkotott, jó. Az ő műve mind. Demkó István atya személyiségén keresztül pedig láthatták, milyen egy vidám, közvetlen papbácsi. A kisvárdai parókus előadásában a hiteles keresztényi nevelésről beszélt, majd bemutatta, hogyan lehet az óvodai hittanórákon kreatív módon lekötni a kicsik figyelmét, és eljuttatni hozzájuk a Biblia üzenetét. Engem úgy hívnak, hogy motoros atya, hiszen van egy nagy motorom, az 5 gyermek és a kedves feleségem mellett, és amikor tehetem, akkor elindulok motorozni, de van, aki Piedone atyának is nevez, de a legnagyobb kitüntetések közé tartozik, amikor múltkor jött az egyik gyermek, és bevágta a biciklivel a féket, és azt mondta az anyukájának, anya, itt van a vicces papbácsi. A gyerekek ezt várják el, hogy legyünk jókedvűek, lássák az optimizmust, lássák azt, hogy az evangéliumi örömhír, hogy Krisztus Úrunk föltámad, hogy élő Istenünk van, és ezt az élő Istent képviseljük, ezt nem lehet savanyú ábrázattal képviselni. És itt az a buzdítás hangzott el, hogy ezek az egyházi intézmények olyanok, ahol olyan gyermekeket tudunk az óvodás korban átölelni és felkarolni, akik nagyon-nagyon nyitottak még ebben a korban az Istenre, a világra. Amit a papbácsi mond, amit az óvónéni mond, amit anya meg apa mond, azokat ők elhiszik, és azokat ők elfogadják. És az ember, ahogy telik az idő, egyre gyanakvóbb lesz, egyre több kérdése lesz, egyre több kételje, fenntartásai, de egy kisgyermek annyira nyitott is. És én azt gondolom, hogy mi úgy kezeljük ezeket a kis apró gyermekeket, ahogyan kell egy ilyen egyházi óvodában, hogy értékes kincsek, Isten megismételhetetlen, egyedi és nagyszerű ajándékai. Próbáljuk átadni nekik a Bibliát, de nem csak úgy, mint tudást, hanem próbáljuk ezt megélni. És a gyerekek nagyon figyelnek, meg az egész világ, és nem csak a papbácsit, mindenkit figyelnek, hogy a szavaink és a tetteink között összhang van-e. Aztán a gyermekekkel egy ilyen egyházi intézményben próbálunk azért úgy odafigyelni az ő hétköznapjaikra, hogy rákérdezünk, hogy mi újság veletek. És akkor azt mondja az egyik gyermek, hogy papbácsi, az én anyukám azt mondta, hogy kis testvérem lesz. Akkor imádkozunk a kis testvéredért. Az én apukám meg beteg papbácsi, akkor imádkozunk ő érte is. És a gyermekek szépen lassan megnyílnak, és egy ilyen egyházi fenntartású intézményben érzik a gyermekek, hogy lehetnek őszinték, elmondhatják az örömüket, bánatukat, és ami legfontosabb, hogy a bánatban nincsenek egyedül. A következő, amit próbáltam itt a lelkére kötni az jelenlévőknek, hogy akik ott tanítanak, vagy akik ott vannak óvónéniként, vagy dajkaként, vagy legyen konyhai személyzet, vagy takarítónéni, vagy éppenségen portás, hogy ők nem egy csoportnak a tagjai, hanem egy csapatnak a tagjai. És a csapat az olyan, mint egy család. Soha se azt nézzük, hogy mi az, amit kivehetünk ebből a családból, ebből a közösségből, hanem mi az, amit mi hozzátehetünk, hogy ez a csapat, ez egy működő dolog legyen. Ott, ahol élem atyaként, az életemet lelki atyaként, Kisvárdán, láttam egyszer egy őszhajú bácsit néhány héttel ezelőtt is, egy vaskapu előtt fényképezkedett. És kérdeztem, hogy kihez van szerencsém. És mondta a nevét, és kiderült, hogy egyik elődömnek, aki 1960-as években volt ott, már az egy régi parókia volt, most már új van helyette, azt mondta, hogy ő itt nőtt föl, és már minden másabb lett. De ez a vaskapu, ez még az, ami az ő idejében volt, gyerekkorában. És hogy ez a vaskapu neki beszél, ez a vaskapu mesél neki,
édesapjáról, édesanyjáról, a testvéreiről. És azt mondja, egy kis verset is írt hozzá, hogy téved, aki azt hiszi, hogy ez a kapu nem beszél, és néma, mert ez beszél. És nekünk célunk és feladatunk, hogy ezekből az egyházi fenntartású intézményekből a gyermekek úgy kerüljenek ki, hogy majd egyszer visszamennek annak a óvodának a kapuját megsimogatni, vagy annak az iskolának a kapuját megsimogatni, és azt mondja majd, hogy köszönöm Istenem, hogy ezen a kapun beléptem. Köszönöm Istenem, hogy olyan pedagógusok vettek körül engem, akik átadták nekem az értéket. És köszönöm a drága jó szüleimnek, akik megbíztak az egyház képviselőiben, megbíztak ebben az intézményben, rámertek bízni engem kisgyermekként a görögkatolikus vagy az egyházi intézményre, hiszen a szüleimtől megkaptam a hit lámpását, és itt pedig segítettek feltölteni olajjal. A harmadik szakmai napról a nevelők és hitoktatók ismét hasznos tudással térhettek haza. Az ismeretek mellett pedig elsajátíthatták az óvodai neveléshez való keresztény hozzáállást. Műsorunk következő részében Pőszer Oland atya a Mátyfalvára érkezett Mária Pócsi Istenszülők egyképének másolatáról beszél, majd a Salánkon megszervezett mézes kalács készítő tanfolyamról számolunk be. A Mária Pócsi kegyképnek a másolata közel egy éve került az egyházmegyénkben is útjára, amikor is minden egyes esperesi kerületben, az egyházközségekben lehetőség van hozzá imádkozni, hozzá könyörögni, az ő oltalmát kérni. A mi beregszászi esperesi kerületünkben hétfőtől indult útjára, és első nap Verbőcön volt, és a mai napon, kedden fogadtuk a verbőciektől az egyházközségünkben, és processzióval a falu végéről ünnepélyesen Mária énekeket énekelve hoztuk és helyeztük el a templomunkban, ahol a paraklisztok az imádságával egyben köszöntöttük is őt. Nagy öröm számunkra, hogy ez az ikon itt van, és szűk egy nap alatt szertartásokban, illetve virasztásokban szeretnénk hozzá imádkozni és könyörögni. Én azt kértem a híveimtől és magamtól is elsősorban, hogy most itt van az Isten Szülő Szűz Mária Pócsi kegyképben, eddig mi mentünk hozzá, és remélhetően fogunk is hozzá menni, most ő jött el hozzánk, és alakuljon szívünkben most ki ezekben a napokban, ebben az időszakban egy kis Mária Pócs, ahol jelen van az Isten Szülő Szűz Mária, aki segít, aki megvéd és oltalmaz bennünket a világnak különböző problémáitól. Talán éppen aktuális a paraklisztnak a lukácsi evangéliuma, ami azt is idézi fel, hogy a paraklisztban felszoktunk olvasni, vagy el szoktunk imádkozni, hogy fölkelvi Mária sietőnek egyes tartományba, Júda városába, bement Zakariás házába. Hát most ez a Mária siető jött felénk, bejött a mi házunkba, a mi hajlékunkba, és szeretne itt tartózkodni, hogyha rövid ideig is, és mi nagyon örömmel, nagyon hálat szívvel fogadtuk mindezt, és reméljük, hogy a híveinek is lelki használó fog válni. A Salánki Görögkatolikus Egyházközségben idén számos hagyományőrző kézműves foglalkozást szerveztek. Az egész éves programsorozat lezárásaként és az adventi időszakra való hangolódásként pedig mézes kalács készítő tanfolyamot hirdettek. A képzésen a helyieken kívül részt vettek feketepataki, tiszaújlaki és tiszaújhelyi asszonyok is. A Salánki Görögkatolikus Egyházközségben első közös hittanosokkal együtt történt mézes kalács sütésre 8-9 évvel ezelőtt került sor. Azóta minden adventkor szoktunk összejönni a hittanosokkal mézes kalácsoshozni, de idén kicsit nagyobb szerep jutott a mézes kalács sütésnek, hiszen a Csóri Sándor alapnak köszönhetően számos kézműves foglalkozásra került sor. Mézes kalácsoshoztunk nem csak karácsonykor, hanem a húsvéti idő
időszakban is az iskolás óvodai balagóknak készítettünk emléktárgyakat, Pünkösdi vásárra készültünk, Szent István király ünnep alkalmából címeres mézes kalácsokat készítettünk, vendégváró emléktárgyakat készítettünk, mégis a legutóbbi ez a Mihály napi búcsúfiát készítettük mézes kalácsból. Ami most zajlik, ez egy mézes kalács készítő akkreditált 30 órás tanfolyam. A múlt hétvége, illetve ez a hétvége szól erről, jövő hétvégén pedig a vizsga következik és az oklevelek kiosztása. 10 lelkes fiatalasszony gyűlt össze, hogy jobban megtanulja a mézes kalács készítés csinyát, vinyát. Többféle mézes kalács sütési technikát sajátítottunk el, az írókázást, a lédi, a puszedlé készítést, az ütőfás mézes kalácsokat láthattuk, amik készültek, a feltétes, díszítéses, mindenféle technikát elsajátítottunk. A résztvevők az oktatáson elsajátították a mézes kalács készítés alapjait, valamint megismerték a mesterség rövid történetét. A megszerzett tapasztalatokkal a hagyományos mézes kalácsokat a mai igényeknek megfelelően tudják elkészíteni. Ez a tudás felhasználható a családi és az évkör más ünnepei alkalmával is.